Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepség első részén, a koszorúzási ünnepségen. Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően ünnepségünk menete a következő. Először közösen elénekeljük a magyar himnuszt, majd az emlékezés koszorúinak és virágainak elhelyezése következik. A koszorúzás végén elénekeljük a szózatot, majd meggyújtjuk a fáklyákat, és közösen a művészetek házába vonulunk, ahol 18 órakor kezdődik az ünnepség második része, az ünnepi beszéddel és ünnepi műsorral, valamint az önkormányzati kitüntetések átadásával. Koszorúzási ünnepségünk kezdetén most énekeljük el közösen a magyar himnuszt, a német nemzetiségi fúvószenekar kíséretével. Most a koszorúk elhelyezése következik. Felkérem a koszorúzó szervezeteket, készüljenek fel a koszorúzásra. Elsőként Pilisvörösvár város önkormányzata és Pilisvörösvár német nemzetiségi önkormányzat képviseléteiben Gromon István polgármester és Szaksz László elnök koszorúz. Vörösvárért Közéleti Egyesület képviseletében Pándi Gábor, Schellerné Mikulán Aletta és Preszl Gábor koszorúznak. Thank you.
A Fidesz és a KDNP Pilisvörösvári szervezete képviseletében Szirmainé Sirling Zsuzsanna elnök, Manherz József és Gráf Tibor koszorúznak. Zoltánné bölcsődevezető, Juhászné Ligeti Katalin intézményvezető és Maher Szerézia intézményvezető koszorúz. A Palánta Általános Iskola nevében Esztergomi Kata igazgató koszorúz. Központ képviseletében Péntek Beáta intézményvezető koszorúz. Testület és a Pilis Kulturális Örökség Védelmért Alapítvány nevében Molnár Sándor elnök koszorúz. És Ser József koszorúz.
Kisvörösvári Kovács László kertbarátkör és a Szebb Környezetünkért Egyesület nevében Gemela Elvira elnök, Vejszer Éva és Brikta József koszorúz. Kisvörösvári Nyugdíjas Klub nevében Prohászka István elnök és Gut Ferenc alelnök koszorúz. Koszorúzási ünnepségünk zárásaként most énekeljük el közösen a szózatot. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden megjelentet az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepségünkön. Tisztelettel köszöntöm Gromon István urat, városunk polgármesterét. Gergelyné Csurilla Erika aljegyzőasszonyt. Szaksz László urat, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Az állami és az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőjét.
a Pilisvörösvári civil egyesületek vezetőit. És minden kedves jelenlévőt, aki velünk együtt ünnepel. Ünnepségünk első részeként Tarics Péter előadó művész 1956 Te csillag című előadását láthatják, amely az 56-os hősök előtt tiszteleg. Kérem, fogadják szeretettel! Egy arcot látok valahol magamban. Egy ősöm emberarca épült ki bennem, s épül holtomig. Hallgat. Fehér fogát ajkába ássa. Hallgat. S mi mindent mond a hallgatása? Lehet, hogy mindezt nem gondolta, s ha gondolta is, hát másképpen gondolta. De én így hallom, én így képzelem. Elindultam szép hazámból, édes kis Magyarországból. Visszanéztem félutamból, szememből a könny kicsordul. Visszanéztem félutamból, szememből a könny kicsordult. Föl-földobott kő, földedre hullva, kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbúsong, s lehull a porba, amelyből vétetett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet. Magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölhorgadnak megint. Tied vagyok én nagy haragomban, nagy hűtlenségben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Föl-fölhajtott kő, bús, akaratlan, kicsi országom, példás alakban te orcádra ütök. És jaj, hiába minden, ha szándék, százszor földobnál, én visszaszállnék százszor is. Végül is. Megidézzük az áldozatokat, az élőket és a holtakat, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. Vádoljuk őket, mert a lenini utat nagy igyekezettel honfitársaink csontjaival kövezték ki. A világ legdrágább, legfájdalmasabb útja ez, s tovább haladásunk tétje milliónyi magyar emberélet volt. Vádoljuk őket, mert a nemzetünk kiváló polgárait küldték bitófára, és gyalázták meg holtukban is. Vádoljuk őket a gulágon embertelen körülmények között elpusztult honfitársaink nevében. Vádoljuk őket az otthonukból kifosztott és kitelepített polgárok nevében, kiknek kiszemelt otthonukba betelepednek, elrabolva egy egész életmunkáját. Vádoljuk őket a recski haláltáborokban megkínzott, megalázott emberek nevében. Vádoljuk őket a 298-as parcella halottai nevében, az AVH, mint erőszakszervezetük által fogvatartott, megkínzott és agyonvert emberek nevében. Vádoljuk őket a legdrágább kincs, a gyermek nevében, akitől elvették az apát, az anyát és az otthon melegét. Vádoljuk őket a megalázott, megkínzott honfitársaim nevében. Vádoljuk őket a legfőbb érték az ember nevében, akit egy tolvonással küldtek bitóra, vagy zártak börtönbe hosszú évekre. Vádoljuk őket a sortüzek áldozatai nevében. Vádoljuk őket, mert kiölték az emberekből a hitet, a reményt, a morált, az emberibb, tisztább életreményét. Vádoljuk őket Mindszenty bíborosért, az Istenhez hű papokért, akiket börtönbe zártak hitükért, mert erkölcsre és hazaszeretetre nevelték népünket.
Vádoljuk őket, mert kifosztották az országot, hogy a dolgos magyar nép munkájából elveiket megtagadva lettek vörös kapitalisták. Vádoljuk őket a magyar parasztok nevében, akiket megfosztottak földjeiktől, életterüktől, így téve kiszolgáltatottá őket. Vádoljuk őket a nyugdíjasok nevében, akiktől elrabolták a hosszú dolgos élet gyümölcsét, bizonytalanná téve biztos nyugdíjas éveiket. Vádoljuk őket történelmünk meghamisításáért. Vádolnak az élők, és vádolnak a holtak. És vádoljuk őket, mert hitünkben megcsaltak és megloptak. Ezért a Szent Koronatana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítjuk őket. Menj ből az angyal, menj, sietve, az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydiófákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol, melegházakban terül asztal, a pap ékeszóval vigasztal, sejem papírzizeg, ajándék, bölcsszó fontolgat, okos szándék, csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája, egy szegény nép karácsonyfája. A csendesében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. Sok ez soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak, mert máslóg most a fám nem cukorkák. Népek Krisztusa! Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, ki szívem döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, velem ártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínáltas, amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta. Ki köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekszenek. Csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi páremtája, és megáldja a szemcséges pápa. És minden rendű népek rende kérdik, hogy ez mi végre kellett? Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csöndben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt! Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És sokan kérdik, egyre többen, hebegve, mert végképp nem értik, éppen ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor,
a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák, lehelletükkel állanak strázsát. Mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal. Hol vagy hazám, mint apja, anyja, úgy kell legyen embernek hazája. És hol, merre vagy te nép? Mert élned kéne e hazában is. Úgy lenne szép. Te vagy hazám, földnek fekéje, melyre rászült az anyám, vagy ama föld ott, ahová bezsugorodott nemzetünk. Azoknak áthasonult vagyok. Ezek meg a képen beverik, hogy pusztítom kenyerük. Vagy talán van két hazám? Mondhatom, mert hazamegyek, amikor megyek, és hazajövök, amikor jövök. Két haza, mint torszülöttnek sok keze és víz agya, két nyelve, két feje és egy igaz helyett, két hamis becsülete, két köldökzsinór, és egyikből sem lélegzem tiszta levegőt. Ó, sziklák koronája, hatalmas fenyő, szürke, zöld, barna, smillió, tarka színű erdő, rét, patak, mező, vadfű, vadvirág és minden vad, 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 vadállat, vadcseresznye, vadrózsa, könyörtelen állati igazság, ahol elpusztul a lágy, a gyönge, a süket, az álmos, és mindenek fölött köröző héja, aki figyel és nem lát, mint az ember. Vagy te, hazám. Te vagy hazám, földnek reménye. Széllel, patakkal, bújdosó madarakkal zenélő szülőföld. Haza és ország egybe, egy helyen. Ahol egymagam lehetek, friss hóba henterekhetek, és ordíthatom, hogy szeretlek, vagy az, hogy gyűlöllek. Ordíthatom, hogy elég, vagy az, hogy tovább, tovább. Te vagy hazám. Igen. Te, te és te. Mert üvölthetek itt, mint egy farkas, ha ezt tetszik, s lelem kedvem benne. S ha úgy ízlik, vagy úgy finom nekem, hallgatok, mint tompa hóhullás, némá. Embertől távol, és Istenhez oly közel. Kegyes hölgy Krisztust egyszer szült, rég, és azóta is hiába várjuk rívó anyától s jámbor csemetétől hozsánnás idők teljesültét. Soha bizony nem nőtt így nagyra, s ilyen gyötrön feszültre várás, mintha virradni utána az égbolt, s mintha mindig csupán virradna. Néha ébreszt víg hajnalének, s rá nyögve sóhajt vajúdó vágy, megvadulnak a názbéli bús párok, mintha Krisztust teremtenének. És az idők mégis állnak, várnak, régi Krisztus kis bűvkörében. Síró anyáktól vidám megváltója, sose fog jönni a világnak. Sok-sok Krisztust, de mosolyogva küldjetek el friss anyák hozzánk. Pálmák napján nem csöndes szamárhát kell, de tűzszekér, égig robogva. Sok-sok vakmerőség, vér, tűz és hit, ezt hozzátok elkrisztusodott, bús, keresztfás, szikkat, anyaméhek. Vörös Krisztusoknak izgágabb tavaszi hadja várunk. Várunk, mert a világ megszenvedett, megérett, s jussára méltó a világra, kik immár nem csak harcot hoznak, de a harcot végigharcolják. Tapsolj hát élet, kikkel régen tartoztál, millió jövő Jézusodnak.
Magyar karácsony az égben. 1956. november 4-én. Aki még nem tudott róla, hát tudja meg, hogy amikor odalent a földön megszólalnak a karácsonyi harangok, odafönn a mennyeknek országában, a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak, ahol várja már őket Jézus király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van, az Úr Jézus megadja a jelt, és a kiválasztott szentek szépen sorjában meggyújtják a mennyezetig érő karácsonyfán az emlékezésnek gyertyáit. De ebben az esztendőben valami nagyon furcsa és nagyon érdekes dolog történt. Hírvivő angyalok járták sorra a mennyország lakóit, és tudatták vélük, hogy ebben az esztendőben Jézus Úr parancsára magyar karácsony lesz odafönt. Ilyen még nem volt, amióta világ a világ, hogy egyetlen nép javára tartsák az ünnepet, méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a miénk, a magyar. Amikor megkondultak a harangok, a nép betódulhatott a hatalmas kupolaterembe. Az égi magyarok utolsónak vonultak be, mikor mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadta a jelt. Gyújjanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar karácsonyfán. Elsőnek Ősz István király lépett a fához, és néma méltósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra követték az Árpád háztagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákóciak. Pro libertate suttogta a nagyságos fejedelem, és Petőfi Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt keze a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. És rendre, rendre kigyúlt az egész gyönyörű magyar történelem. Aztán előlépett öreg Csikai Gyuri, esetvállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedűjét, és felsírt a húrokon a magyar mennyből az angyal. De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tőle a szeme. Nemzet ennyi imádságot még nem kapott, amióta világ a világ. Mire a más nemzetekből valók sorra kerülhettek volna, már csak úgy roskadozott a fa a nagy tehertől. Amikor minden gyertya égett a fán, az Úr Jézus jelt adott, és szorgos kis angyalkák nyomban elindultak, hogy batyuba kössék a sok égi kincset, és alászálljanak vele a földi magyar homba. Aztán már csak az égi magyarok álltak ott, mind imába mélyülten, amikor az Úr Jézusnak a szeme megakadt valami fehéren a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett, s hát bizony egy kis angyalka fehér köntösének a csücske volt az. Hát te, téged még nem láttalak itt eddig. Mi a neved, és mikor jöttél? Katika a nevem, és Budapestről jöttem november 4-én. Isten hozott, Katika! Aztán küldtél-e te is szép ajándékot Budapestre a tieidnek? Küldtem, uram. Aztán mit küldtél? Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kistestvérkéidnek? Nem, nem imádságot küldtem, uram. Nem-e? Hát mi egyebet lehet innen küldeni? Kenyeret. Szép, fehér kenyeret. Minden nap félretettem, amit nekem adtak itt, hiszen én még kapok máskor is. És ha nem, hát az sem baj. De Budapesten már nagyon régen nincsen fehér kenyér. Néhány pillanatig mély csönd volt a kupolateremben. Mindannyian a vézna kicsi angyalkát nézték, és mindannyiuknak könnyes volt a szeme. Jól tetted, Katika. Sokszor a kenyér a legszentebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én népemnek, amikor odalent jártam a földön. Szép, fehér, égi kenyeret. Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg nagymamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öreg asszonyhoz, és két vézna karjával átölelte. Ne sírj, nagymama! Apuék nem éheznek többé odalent. A mennyei kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart majd sokáig. Az Úr Jézus elmosolyodott, és mosolyától, akár hiszik, akár nem,
kisütött a nap Magyarország fölött. Seregek ura, mindenható Isten, hozzád kiáltok. Őrizd meg a népet, amelyből vétettem. Óvjad meg hazánkat. Boldog asszony anyánk által Szent István karmába ajánlott Magyarországot, Felvidéket, Kárpátalját, Párciumot, Erdélyt, Felvidéket, Vajdaságot, Muravidéket, Őrvidéket. A Szent Korona erejével sokszorozd meg akaratunkat, a bal sorsból meneküts ki, és vezérelj jobb sorsa minket. Amen. Tisztelt ünneplő közösség, hölgyeim és uraim! Ismét eltelt egy év, és mint 1989. október 23-a óta minden évben újra összegyűltünk, hogy megemlékezzünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A hős pesti srácokról, egyetemistákról, munkásokról és értelmiségiekről, akik ezen és az ezt követő napokon szembeszálltak a zsarnoksággal, kiálltak a törvényességért, a demokráciáért, a tisztességes kormányzásért, a társadalmi igazságosságért, akik a saját szabadságukat kockáztatták, és akik közül sokan az életüket áldozták a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás ellen folytatott küzdelemben. Az a bő kéthetes küzdelem, amit ma 1956-os forradalom és szabadságharcnak nevezünk, a budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött, az AVH sortüzeivel és a szovjet katonai csapatok bevonulásával folytatódott, és végül Csepelen a fegyveres felkelők utolsó maradékainak felmorzsolásával fejeződött be. Ez a küzdelem kifogyhatatlan kincses bányája a tanulságoknak, a példáknak, az intő jeleknek, amelyben mindig lehet találni a saját korunkra érvényes tanulságokat. Mégis, amikor a mai beszédem írására készülöttem, egyre inkább az a gondolat erősödött meg bennem, hogy nem könnyű ma az 1956-os forradalomról beszélni. Mégpedig azért, mert a mi mai életkörülményeink egészen mások, mint a 62 évvel ezelőtti elődeinké voltak. Az 1956-ot megelőző közel egy évtized alatt ugyanis Magyarországon nyílt diktatúra volt. Padláslesöprés, beszolgáltatás, bebörtönzések, munkatáborokba internálás, egyházüldözés, kuláküldözés, csengőfrász, az AVH kegyetlenkedései, koncepciós perek, kivégzések. Az országban mindent behálózó rendőrállam épült ki, 28 ezer fős államvédelmi rendőrséggel és körülbelül 40 ezer besúgóval. Mindehhez járult Rákosi Mátyás és Sztálin személyi kultusza, az elhibázott gazdaságpolitika és az ezek miatt növekvő szegénység. Ebben a helyzetben érthető és elkerülhetetlen volt, hogy egy ponton túl a nép nem bírta tovább, és fellázadt a zsarnokság ellen. A forradalmi lázadás egy ideig sikerrel kecsegtetett, de aztán tragikus vége lett. A bukás után közel 500 ember kivégzését, 22 ezer ember börtönbezárását, 13 ezer ember internálótáborba hurcolását és 190 ezer magyar ember külföldre menekülését vonta maga után. A sok tragédia máig is nehezen gyógyuló sebeket hagyott a családokban és az egész magyar társadalomban, évtizedekre meghatározva az ország, a magyar nép sorsát és benne
a mi sorsunkat is. De az idő sok sebet begyógyít, és az elmúlt 60 év alatt, különösen az utolsó 3 évtizedben sokat javult a helyzet. Magyarország független ország lett, többpárti demokráciában élünk, életszínvonalunk nőtt, szabadon utazhatunk a világban, vállalkozhatunk, gyülekezhetünk, szabadon szólhatunk, és gyakorolhatjuk vallásunkat. Sőt, az utóbbi években a gazdasági helyzet is javul. A magyar gazdaságban több mint 5 éve tart a fellendülés, 5 éve folyamatosan emelkednek a fizetések, egyre több embernek van munkája, sőt, az ország nagyobbik részében munkaerő hiány van. Megmaradt, sőt, nőtt a nyugdíjak reálértéke, viszonylag jó a közbiztonság, és a kormány sikeresen védi Magyarországot a tömeges, illegális bevándorlástól, a migrációtól. Tisztelt ünneplők! Mit lehet mondani ilyen időkben a forradalomról, a lázadásról, a hősiességről, az önfeláldozásról? Azt hiszem, nem sokat, legalábbis hiteleset nem. De fel lehet hívni a figyelmet a veszélyekre. Azokra a veszélyekre, amelyek az 1956 utáni konszolidáció, a Kádár korszak idején is sokakat megtévesztettek. És ami ma is fenyeget. Arra a veszélyre, hogy a viszonylagos jólétért és az egyéni függetlenségért cserébe közösségi szinten megelégszünk a viszonylagos demokráciával, a viszonylagos jogállamisággal, a viszonylagos törvényességgel, a viszonylagos sajtószabadsággal, és így tovább. Hogy kényelemből, érdekből vagy félelemből szemet hunyunk az üldözetlen korrupció, az indokolatlan központosítás, az oligarchák törvénytelen meggazdagodása, a túlhajszolt kormánypropaganda, a vezető szakmai tisztségek politikai káderekkel való betöltése és egyéb visszásságok felett. Fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy ne kövessük el még egyszer azokat a hibákat, amelyeket a magyar társadalom többsége 1956 után elkövetett. Fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel, ne elégedjünk meg a kevesebbel, hanem ragaszkodjunk eszményeinkhez. A megalkuvás nélküli társadalmi igazságossághoz, a csorbítatlan jogállamisághoz és a jelzők nélküli demokráciához. Fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy ezeknek a céloknak a megvalósulásához csak akkor kerülhetünk közelebb, ha minden körülmények között megőrizzük a tisztánlátásunkat, és nem dőlünk be semmilyen propagandának. Ha megőrizzük a tisztességünket, és nem hagyjuk magunkat megvesztegetni a szolgalelkűségért cserébe járó jobb állással, magasabb fizetéssel. Ha a magánéletbe való visszahúzódás helyett részt veszünk a közösségi életben és a közéletben, támogatva mindenütt a jót, a szépet, az igazságot és az igazságosságot. Ha kizárólag tisztességes módszerekkel és tisztességes eszközökkel próbáljuk megvalósítani céljainkat, erőszak és erőszakoskodás nélkül, mások becsületébe nem gázolva. Ha mindenkor közösségben gondolkodva élünk, nem csak magunkra és családunkra gondolva, hanem a város, az ország, sőt más országok polgáraira is, valamint a környezetre és a jövő nemzedékekre is figyelemmel. Fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy kizárólag ez a szívós, mindennapi jóság és tisztesség lehet a biztosítéka annak, hogy országunkban megerősítsük és hosszú távra biztosítsuk a demokráciát, a jogállamiságot, a társadalmi igazságosságot, és ezek révén a jólétet és a nemzeti függetlenséget. Az 56-os forradalom legjobbjaihoz kell tehát hasonlítanunk. Ugyanolyan tisztán, önzetlenül és áldozatkészen kell szolgálnunk a nemzetünket, ahogyan ők tették. Igaz, hogy minnyájan gyarló emberek vagyunk, és emiatt olykor hibázhatunk, vagy el is bukhatunk.
De ha tisztán látjuk, és őszintén követni akarjuk az eszményeinket, akkor valamennyire meg is tudjuk valósítani azokat, és sok jó ember jó szándékú törekvése nagy dolgokra képes. Bizonyíték erre azoknak a közöttünk élő vörösvári embereknek az élete is, akiket a mai ünnepségen néhány perc múlva kitüntetünk. Ők is olyan emberek, akiknek sok mindent sikerült megvalósítaniuk eddigi életükben ezekből az eszményekből, és ezáltal szebbé, boldogabbá tették nem csak a saját maguk és családjuk, hanem egyben a városunk életét is, sőt, azon túl is sokakét. Ha sokan és egyre többen lesznek olyanok, akik így gondolkodnak és így cselekszenek, akkor nem lesz szükség soha többé egy újabb 56-ra, hanem békében és biztonságban élhetünk, hozzájárulva országunk és a világ fejlődéséhez. Adja Isten, hogy így legyen, köszönöm, hogy meghallgattak.